A trianoni békadiktátum miatt a múlt század 20-as éveiben újjá kellett építeni a hazai vasúti hálózatot, új mozdonyokat kellett gyártani. A legendás 424-es tervezésében közlekedési mérnökként részt vett Horthy István is, aki később elnökként óriási munkával újra Közép-Európa meghatározó közlekedési vállalatává tette a MÁV-ot. Amikor a közlekedési minisztérium támogatta a közlekedési múzeumot abban, hogy Horthy Istvánnak, mint közlekedési mérnöknek, mint újítónak, mint angol száz orientációjú fiatal mérnökembernek, mint kiváló sportolónak, mint kiváló sportrepülőnek, mint kiváló vasúti elnöknek emléket állítsunk, akkor azt akartuk szimbolizálni és üzenni, hogy a teljes kifosztás, a teljes lepusztítás ellenére, hogyha vannak fiatal, tehetséges, hazafias szellemben tanuló, dolgozó és élő emberek, akik készek és képesek nem csak a magánérdeket, hanem a közügyeket is szolgálni, akkor bármilyen helyzetben az ország újjáépítése és fejlesztése lehetséges, nincs előttünk akadály.